2021-ben 4,8%-kal növekszik várhatóan a magyar gazdaság, az államháztartás hiánya mínusz 2,9%-os lesz. Elképzelhető, hogy módosítani kell a 2021-es költségvetést. Az idei gazdasági mutatók ugyanis egyre sötétebb képet festenek. A költségvetési hiány a GDP 7-9%-át is elérheti a pénzügyminisztérium szerint. Banai Péter Benő, a TÁC államtitkára kedreggeli interjújában azt mondta, a többletkiadások és bevételcsökkenések miatt lódult meg a hiány. A gazdasági védekezésre a második félében is 500 milliárd forintot szán a kormány. A politikus mégis bízik a konszolidációban. Híradónknak Bot Péter Ákos, korábbi jegybankelnök azt mondta, a járvány miatti költésekkel nincs probléma, sokkal inkább azzal, hogy mire mentek el ezek a pénzek. A KSH korábban azt közölte, 13,5%-kal esett a magyar gazdaság a második negyedévben. Az egész éves visszaesésre vonatkozó becslések nagyon eltérőek. Kezdetben a kormány 3%-os GDP visszaesést jósolt, Varga Mihály azonban ezt később 5%-ra módosította. Ezzel szemben a jegybank szerint nem csökken, hanem 0,3 és 2% között növekedhet a gazdaság teljesítménye. Burány Sándor, a Párbeszéd frakcióvezető helyettese, az MNB elnökének szavaival fejeződött be a kollégám összefoglalója, aki még mindig optimista. Bár most már elhangzott az, hogy felülvizsgálhatják, esetleg talán. A kormány viszont elég korrektül kommunikál a nagy bajról. Ha ezzel egyetért? Hát jó reggelt kívánok! Hát attól függ, hogy a kommunikáció melyik elemét nézzük, mert azért sokfélét mondott a kormány is. Ez igaz. De kezdjük azzal, hogy mi a helyzet. A helyzet az, hogy az államháztartás hiánya az tényleg kezd elszállni, de ez várható volt. Aki nem ezt gondolta, az maga a kormány volt. De olyanokat mondtak, hogy majd kanyarba előzünk, meg 3 hónapon belül mindenkinek lesz munkája, aki most elvesztette. Ez mind hazugság volt. Illetve kanyarba megpróbáltak ugyan előzni, de szembe jött a vírusválság. Tudja, mi az érdekes? Abban, hogy elszállt az államháztartási hiány, abban a legtöbb fejlett ország a bolygón egyetértett, és elengedték a gyeplőt, de nem kis részben azért, hogy például óriási támogatásokat tudjanak adni az álláskeresőknek, megnöveljék a munkanélküli járulék idejét. Persze. Ez nálunk mi nem történt meg, tehát szigorú politikát. Ez a nagyobbik baj, hogy nálunk úgy szállt el a költségvetés hiánya, hogy az a segélycsomag, amelyel minden más ország megpróbálkozott nálunk, érdemben el se kezdődött. Mondok azért pár számot. Így van. Ugye volt a munkavédelmi akcióterv. Igen. Ez egy hangzatos cím volt. Mi történt a gyakorlatban? Az történt a gyakorlatban, hogy a munkavállalóknak mintegy 5%-a kapott érdemi segítséget a kormánytól bértámogatás formájában. 5%-a. Ez a szám Németországban 20%, Ausztriában több mint 30%. A sor végén kullogunk ezzel a támogatási rendszerrel. Sőt, bár ezt a támogatási rendszert belengedték, de annyira szigorú szabályok közé szorították, hogy rögtön az elején látni lehetett, szóvá is tettük, hogy ez nem lesz érdemi támogatás. Lazítottak is rajta, nagyon hamar korrigálták egy héten belül. Ezzel együtt ez a végeredménye. Aha. Még azt az 1200 milliárdot, ami egyébként egy nagyon nagy összeg, amit erre a célra előirányoztak, annak is csak a töredékét tudták elkölteni a saját szabályok miatt. Lazítottak volna, akkor most már arról beszélnénk, hogy mire fordították ezt az 1200 milliárd összeget. Megvan még ez az összeg? Hát most félmilliárdot mondott a PM. A keret megvan. Tehát az a baj, hogy ellentétben mondjuk Németországgal, Ausztriával, válság idején mindenhol elmegy a költségvetés hiány. Ez egy sajnálatos, de természetes jelenség. Nem lehet kivédeni. Az a kérdés, hogy egyébként mire fordítjuk. Hogyha túlárazza szerezünk be egészségügyi eszközöket, lélegeztetőgépeket, és folytathatnám. Hogyha a válság idején sem azzal törődünk, hogy hogyan védjük meg a munkahelyeket, hanem azzal törődünk, hogy milyen sportlétesítményeket, mert még most is jutott. Sporttámogatásra még most is bőven jut. Stadiontámogatásra, építéstámogatásra most is bőven jut. A turisztikai ágazatra azért fordítottak pénzt, de tudjuk, hogy pont a turisztikai ágazat az, ahol az Orbán bizalmasok valósággal tobzódnak a befektetésekbe. Tehát ennek jó része azért az Orbán közeli emberekhez megy. Mi lehet a vége annak? Hadd mondjak a nézők kedvéért pár szörnyű számot. Növekszik az egy évnél hosszabb ideje munkanélküliek száma, csoportos leépítések száma még mindig nagyon magas, az álláskeresők több mint fele semmilyen támogatást nem kap. Na de hát ennek egyértelmű oka van, az a munkanélküliségpolitika, amit ők folytatnak. De azért növekszik az álláskeresők száma ilyen mértékben, túl azon, hogy a munkahelyek megszűnnek a válság miatt, mert olyan szigorú munkanélküli ellátási szabályokat vezettek be 2010 után, hogy lerövidítették az álláskeresési támogatást. Korábban ez 9 hónap volt, most 3 hónap lett maximum. Még az sem biztos, hogy összesen 3 hónapig tart. Utána ezek az emberek kiesnek. A mostani álláskeresőknek a fele semmilyen állami támogatást, semmilyen összeget nem kap ahhoz, hogy meg tudjon egyáltalán élni. Mi lett a miniszterelnöknek azzal az ígéretével, hogy vagy a privát szektorban, vagy az állami szektorban ahány munkahely elveszett, annyi lesz is? Vannak közmunkások többen? Hát Matolcsi egyszer a parlamentben egy botrányos ügyét firtató kérdés azt válaszolta, hogy blöf, blöf, blöf. Ez a miniszterelnök kijelentésére most teljesen találó kifejezés lenne. Ezt már akkor is lehetett tudni. Megmondtuk a parlamentben. Nem hitték el, vagy legalábbis tagadták, hogy elhiszik. Azt mondták, hogy mindenkinek lesz munkája 3 hónapon belül. Hazugság volt. Finomabban fogalmazva, blöff volt. Lehetett tudni, hogy nem lesz. Legjobb esetben is közmunkásokat csinálhat azokból, akik mondjuk a vendéglátóiparban elveszítették az állásokat, utána mehetnek. Ami szívszorító lenne, de megtörtént? De nem történt meg ez sem. Tehát lehet látni az álláskeresők számának az alakulását. Nem arról van szó, hogy a közmunkaprogram felszívta ezeket az embereket. Rekord mennyiségű az álláskeresők száma Magyarországon. Pár júliusban a járvány kezdete óta először csökkent. Igen, mert az első hullám lecsengése után azok a cégek, akik kényszerszabadságra elbocsájtották, stb. Tehát ilyen intézkedésekkel reagáltak, mert nem kaptak munkavédelmi támogatást az államtól, azok most elkezdték visszavenni részben az embereket. Sokan kaptak munkavédelmi támogatást, vagy kevesen? Hát kevesen, attól függ, mihez viszonyítjuk. 4,5 millió munkavállaló van. A kormány saját bevallása szerint valamivel több mint 220 000 ember kapott bértámogatást. Ez az 5-öde. Ez jó, a 5%-a, bocsánat, 5%-a, nem mondom 5-öde, 5%-a. És erre mondtam, hogy ez Németországban 20%, Ausztriában több mint 30%. Tehát a magyar munkavállalóknak sokkal nagyobb része volt bajban, és a cégek sokkal nagyobb része volt bajban, mint amennyi támogatást adtak. Mi lenne most az aktuális legsürgősebb teendő ön szerint? Hát egy érdemi bértámogatás, mert ha tényleg bekövetkezik a járvány második hulláma, akkor ugyanez meg fog ismétlődni, és már semmilyen tartalékunk nem lesz lassan. Tehát a bértámogatás érdemi bértámogatás. A munkahelyek nagy része, ami veszélybe kerül, bértámogatást, a munkavállalók bértámogatást kell, hogy kapjanak. Azonnal fel kell emelni a 3 hónapos álláskeresési járadék időtartamot 9 hónapra. Milyen választ kapnak arra, hogy ez miért nem történik meg? Ha ezt nem kértem minden nap március közepe óta bárki, aki nem kormányképviselő. Azt a hülyeséget mantrázzák, hogy ők nem segélyalapú társadalmat, hanem munkaalapú társadalmat akarnak Magyarországon, azt valósítják meg. Na most nincs munkaalapú társadalom, és semmit nem tudnak kezdeni azokkal, akik elveszítették az állásukat. Ebből ez lett. Hallgatom tovább közben, bocsánat, csak közbevágtam, mert ugye a 3 hónap igen, az a fejlett világban a legalacsonyabb. Ott hagytuk abba a fejtegetést, hogy 3 hónapról 9 hónapra az álláskeresési járadékot. De nem csak mi, most már a többi frakció is szorgalmazza, hogy vezessük be a válságkezelő alapjövedelmet. Azok számára, akik semmilyen állami támogatást, segítséget nem kapnak, elveszítették a munkájukat, semmilyen jövedelemmel rendelkeznek, semmilyen segélyben nem részesülnek, legalább az ő számukra vezessük be azt a válságkezelő alapjövedelmet, amiben már egyre több közgazdászpolitikus hisz Nyugat-Európában is. És egyre több konzervatív kormány is világszerte a Covid alatt a válságkezelő feltételes nincs más eszköze. Ha be kell zárni a gyárakat. Találnak ezzel kapcsolatban? Eddig igen. Mert tényleg olyan kormányok vezeték be, akik soha korábban erről hallani nem akartak, de most megtették. Hát mert ha logikusan gondolkodunk, ha a munkahelyek egy részét be kell zárni a járvány miatt, hogyha az emberek egy idő után kilógnak, akár még a 9 hónapos álláskeresési járadékból, és akár egy évre mindenféle jövedelem nélkül maradna, akkor mi lesz ebből? Mondjuk okosan kell kiszámolni. Okosan kell kiszámolni természetesen. Ez nem lehet egy ilyen osztogatásszerű, akkor aki jelentkezik már kap is. Tehát nagyon komolyan szociális alapon kell első lépésbe. De legalább ezt az első lépést meg kellene tennünk. Most ők pedig azt mondják, hogy ők nem akarnak segélyalapú társadalmat, igenis munkaalapú társadalom, de ez a munkaalapú társadalmat, amikor meghirdettek, ez roskadozik, és korábban is a közmunkaprogram révén voltak viszonylag jók a mutatók, nem azért, mert a gazdaság annyira erős. Hadd kérdezem nagyon röviden még a beszélgetésünk végén egy picit a Párbeszéd és az állami számvevőszék nem is vitájáról, hiszen elfogadták az állami számvevőszék véleményét, illetve kifogásait. Nem teljesen értem. Azt mondta az ÁSZ, hogy nem szabályszerű számolt el a gazdálkodásával a Párbeszéd. Miközben azt is mondták, hogy a gazdálkodása a szabályozási környezetét szabályszerűen alakította ki. Mi történt? Miről van szó? Hát én egy sajátos helyzetben vagyok, mert ugye a Párbeszéd frakciójában ülök, teljesen pontos volt a felkonferálás, de az MSZP-nek vagyok a tagja. Így van. De a Párbeszéd frakciótagként meg tudom kérdezni. Pártügyeit nem látom annyira át, mint mondjuk az MSZP pártügyeit. A frakció gazdálkodását valamennyire természetesen igen, de az állami számvevőszék tudtommal a frakció gazdálkodásával kapcsolatos hiányosságot nem tárt fel. Azt tudjuk, hogy az állami számvevőszék az utóbbi időben az ellenzéki pártokkal szemben nagyon kritikus. Tehát a KK-n is keresi a csomót, és hát könnyű egy bizonylattal kapcsolatban hibát elkövetni. De akkor ez egy javítható dolog. Ez egy javítható dolog, tehát én nem látok itt nagy drámát. Nem maga az állami számvevőszék se engedte, hogy akkor most felfüggeszteni a költségvetési támogatását a Párbeszédnek, vagy ilyesmi. Vagy büntetésüzetni. Ezek javítható kifogások. Akkor nem jártak úgy, mint a Jobbik, ami amely mai napig részleteiben fizet, vagy a DK. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttem. És köszönöm, hogy itt lehettem.